Köszöntök mindenkit az Obodai Megfigyelő Kertből. Május végén állok a kert Starking almafája előtt, és végre beköszöntött az igazi tavaszi időjárás, tehát meleg van, és az esők is megérkeztek. Ennek megfelelően bizony gondolni kell a varasodásra, a Starking legsúlyosabb gombás betegségére, hiszen bár még nem tudom megmutatni a kezdeti tüneteket, de majdnem biztos, hogy megtörtént a fertőzés. És jelenleg az inkubációs idő, tehát a tünetek megjelenés előtti belső terjedés fázisában van a gomba. Több mint 60-70 készítményt számoltam össze, ami a varasodásra engedélyezve lenne a növényvédősök szent könyvéből, a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok jegyzékéből, tehát van miből választani. A részhez is nyúlhatnak nem sokára, a diónyi nagyságú kis almáknál már kialakul az a viasz réteg, amik elbírják a rezes permetezést, nem fogja megperzselni őket a rész. A másik fánál a lisztharmat nagyon szomró terjedését láthatjuk, ezen sem ö, csodálkozom, hiszen ez a Jonatán fajta körbe tartozó fajta, és bizony már 50-60%-os is a, a fertőzött tünetet mutató levelek aránya. Amiért most viszont fel kell venni a permetező gépet a ö, szerekkel való kezelés mellé, az az alma moinak, az országos szinten beindult és egyre növekvő rajzása. Aki nem akarja, hogy már ezeket a kisalmákat tönkretegyék, megrágják az almamoly első nemzedékének a lárvái, a kis hernyók, azoknak bizony permetezni kell. Tehát vagy egy biológiai módszert választanak, ilyen például a dipel, de ez itt kontakt módon érintkeznie kell a készítménynek a lárvákkal, itt vannak a kitin szintézis gátló készítmények, a runner vagy a dimilin is engedélyezve van, illetve itt van a jól bevált felszívódó mospilán. Ezek közül választanak, és a gombaölőszerekkel kombinálják ezeket a készítményeket, attól függően, hogy a varasodás ellen, például ennél a Starkingnál, vagy a Lisszharmat ellen, például a Jonatán Almánál kell majd védekezni. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok!